Boldog vagyok nagyon. Még ha ez nem is nagyon látszik, egy kicsit elfáradtam. Nem erről szól a történet, hogy ismételjük önmagunkat, most majd mást kell kitalálnunk is, de edzeni azt biztosan fogunk. De esetleg majd másképp, de egyébként a lányok úgy érezték, hogy utóbbi időben lemaradt nekik az erőlét, és voltak ilyen kondícióterembe, és kicsit emelgetett, mások meg elmentek futni, tehát azért nem arról szólt az a nap, hogy ne dolgoztak volna. Nyilvánvalóan mindig, tényleg nagyon sokáig tartott egy ugyanolyan rendszer, egy monoton rendszer. Már nekem öreg embernek is rossz volt, pedig én azt valószínűleg jobban tűröm, mint a fiatalok, és hát mindenképpen kellett változtatni. Hát a csapat nagyon összeszedte magát, és végre a támadásban is összejöttek a dolgok, úgyhogy nagyon örülünk ennek a győzelemnek. Az első fél egy kicsit hullámzó volt, hogy ti mentetek-e hárommal, aztán a norvégok. Ha mi volt a második fél időben? Hát extázisban volt az egész csapat, és csak a győzelem lebegett a szemünk előtt, és mindenki nagyon akart. Nagyon jól játszott a csapat, és nagyon büszke vagyok mindenkire. Most jött ki az, hogy támadásban, védekezésben nagyon oda tettétek magatokat, lökét felőröltétek a védelemben, és hát kiséva. Igen, nagyon jók voltunk támadásban, végre kellő lendület volt, és megvoltak azok a befejezések, amik szükségesek voltak védekezésben, és nagyon jól működtünk, felőröltük a dánokat. Végre kijött neked is a lépés, eddig az EB-n nem nagyon sikerült. Milyen volt belülről? Igen, nagyon örültem neki, hogy végre én is hozzá tudtam támadásba is tenni a csapat játékához, úgyhogy boldog vagyok nagyon. Még ha ez nem is nagyon látszik, egy kicsit elfáradtam. Nyilvánvaló, tehát ugye mi márciusokat dolgozunk, és ez is egy hosszú kísérleti szakasz volt, és hát ez a munka, ez azt jelenti, hogy úgy jöttünk el az elvére, hogy 40 edzésünk volt, tehát pontosan. És hát meg kell ismernünk egymást, nekem még jobban meg kell őket ismerni. És hát azóta a probléma, hogy nem is nagyon volt olyan mérkőzésünk, tehát nem volt szervezett az életünk, és nem tudtuk pontosan fölmérni egy komoly terhelés alatt ki, hogyan reagál és mit csinál. Most egy komoly tapasztalatunk van, és remélem ezt tudjuk hasznosítani, és akkor már legközelebb egy lépéssel előbb leszünk. Óriási volt belőle is egyébként a mérkőzésed, kívülről meg egy fantasztikus közönséget kaptatok támogatásnak. Milyen volt ezt hallani? Debrecenben mindig jó játszani, szerintem mindig nagyon jó a közönség, és kitettek magunkért. Először voltál kezdő ezen az EB-n, hát fantasztikus teljesítmény nyújtottál irányítóként. Emlékszel ilyen jó mérkőzésedre? Mostanában nem emlékszem ilyen jó mérkőzésre, de ez az egész csapat érdeme, hiszen fantasztikusan védekeztünk, és támadásunk is nagyon jó volt. Egy kis ünneplés belefér így a franciák elleni meccselő? Hát ezt majd meglátjuk. Biztos, hogy lesz. Most ezt meg fogjuk ünnepelni szerintem, de csak szolidan, és készülünk majd a franciákra.